Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Itt vagyunk újra Családőrzők című műsorunkban. Nagyon-nagyon izgalmas témával folytatjuk a sorozatot, de mielőtt a témát elkezdenénk, engedjék meg, hogy bemutassam állandó szakértőinket, akiket rendszeres nézőink nyilván már jól ismernek. Itt van most is Papp Csilla, életvezetési szakértő, párkapcsolati mediátor. Szia Csilla, szeretettel köszöntök mindenkit. Fekete Cseri Zsuzsanna, Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetője, egészségfejlesztő és mozgásterapeuta. Szervusz Csilla, sok szeretettel köszöntök mindenkit én is. És itt van velünk Tolnyai Gábor atya, plébános mentálhigiénész szakember. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Az előző két adásban nagyon mélyen a lélekkel foglalkoztunk, ugye az ember születésével, elvesztésével, elmúlással, egyebekkel. Itt az ide, hogy váltsunk egy hatalmasat, és a lélekből a nagyon is kézzel fogható felé nyúljunk. Legalábbis jól esik, ha az ember kézzel tudja fogni. Ez pedig a pénz. A pénz a családba, illetve a pénz a gyerek tekintetében. Először talán legfontosabb az, hogy a gyerek és a pénz kapcsolatáról beszéljünk. Nagyon izgalmas kérdés. Izgalmas kérdés az, hogy mikor adjunk először pénzt a kezében. Egyébként a gyerek tudja, és bocsánat, hogyha pénz, akkor kártyáról is beszélhetünk, ezt magam jártam meg, talán elmesélhetem röviden a történetet. Unokát viszek a kocsiba rossz a kipufogó, hangos a kocsi, a gyerek kérdezi, hogy miért ilyen hangos, hát mondom, hogy mert elromlott, hát mama, vegyél másik autót, hát mondom, az nem úgy van, nincs pénzem, mire azt mondja, hogy ó, mama, kell egy kártya, ami rajta van a neved, elviszed az automatába, beütöd a számokat, és ad neked pénzt autóra. Ezért mondom, hogy pénz és kártya. De érdekes lett az is, hogy mikortól adjunk zsebpénzt a gyereknek, és egyáltalán hogy adjunk. Tehát jó-e az, hogy az anyukánál ott van a pénz, adja a gyereknek, és aztán a nagymama még rádug egy kicsit, vagy a nagypapa is rádug egy kicsit, és akkor már nem tudja senki, hogy mennyi pénz van a pici gyereknél. Rengeteg kérdést dobtam fel. Induljunk el valahol. Nos, tehát pénz és a gyerek. Okay, akkor kezdem én. Tehát először is azt fontos tisztázni, hogy a szülőknek milyen a hozzáállása a pénzhez, nekik mit jelent a pénz, mit jelent a pénz által adott érték, vagy azok a vagy mennyire eszköz a pénz azokra a dolgokra vonatkozóan, amiket meg akar belőle vásárolni, vagy ki akar fizetni. Tehát először is azt kell tudni, hogy anya és apa hogy állnak a pénzhez, számukra mit jelent. Én mindig szoktam definiáltatni, hogy mit jelent neked a pénz, ha valaki ilyen kérdéssel keres meg, mert hogy megkeresnek. Mert ha már a pár nem ért egyet, és a kapcsolat elején nem tudták leegyeztetni, és most ezt nem úgy kell érteni, hogy leülnek és tárgyalnak hivatalosan, de valahol mégis a pénzkezelés és a pénzügyi értékrendünket is illik egyeztetni, beszélni róla, hogy te hogy gondolod, én hogy gondolom, és hogyha ez nem történt meg, csak sodródunk, akkor ebből rengeteg vita lehet. Na most, ha anya és apa nem tudja, hogy nekünk mit jelent, mi hogy kezeljük, mi milyen értéket hordoz, egyáltalán mi az, amit mi vásárolni szeretnénk, vagy egyáltalán havonta mennyit akarunk költeni erre, arra, amarra, addig a gyerek előtt sem lesz ez tiszta. Tehát először is ez a legfontosabb, hogy a felnőttek tisztázzák. És hogyha tisztázták a felnőttek, akkor az ő filozófiájuk, az ő értékrendjük, az ő világlátásuk és az ő pénzhez való hozzáállásuk által szabják meg majd a gyereküknek, hogy lesz zseppénz, mondjuk ötösért kapsz pénzt, elmosogatsz, kapsz pénzt, vagy a boltból a visszajárót megtarthatod, sokféle metódust ismerünk. Ugye ezt már a szülők szabályozzák le, de szabályok és keretek közé illik ezt tenni. Gyerek szempontból? Abszolút egyetértek ezzel. A gyerekeknél ez ott kezdődik, hogy apa miért megy megint dolgozni. Hova mész apa? Dolgozóba. Miért mész dolgozóba? Nem ennyi a dolgozóba. De hát akkor lesz pénzünk, ha én elmegyek dolgozni. És mire a gyerek azt megérti, hogy a felnőtt gyakorlatilag az élet erejét, a tudását, a lelkét adja el azért, hogy ő neki pénze legyen, bocsánat, mivel van belekényszerítve önmaga által. És ezt nagyon-nagyon fontos tudni, hogy a pénz az energia, az egy átalakuló energia, és az energiák közötti mozgást teszi lehetővé. Na most, hogyha nem tudatos a felnőtteknél, úgy, ahogy ezt elmondtad az előbb, akkor nagy bajban vannak, mert akkor mit adnak tovább a gyereknek? Tehát itt megint ugyanaz fog bekövetkezni, hogy a gyerek az másolja a szülői mintát. Ha azt látja, hogy bemegyünk a boltba, és számolatlanul pakolunk mindent, ami elég színes, és eléggé zörgös, és eléggé sokszor láttuk a reklámba, akkor neki ez lesz a természetes. Ha azt látja, hogy van egy lista, amivel megyünk a boltba,
és akkor a szerint vásárolunk, akkor az lesz neki a természetes. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, de én azt gondolom, hogy mikor adunk a gyereknek pénzt, mikor nem adunk a gyereknek pénzt, ez a nagyon-nagyon ritkán történik tudatosan a családokban. Én láttam azt, hogy már 2 éves kicsi fiú, aki ment az apukájával locsolni, annak pénzt adtak. Tehát én így néztem nagy kerek szemekkel, hogy vajon miért. És tudom, amikor én a saját gyerekemmel megtapasztaltam, hogy mentünk a boltba, vásároltunk, és akkor ugye kezdtük bevezetni őt abba, hogy hogyan is történik ez a vásárlás kultúrájában, és akkor a pénztáros néni mondja, hogy mit tudom én, 6853, és akkor én odadok neki egy 10 000 forintost, és akkor ő ezt odaadhatja a pénztáros néninek, és akkor ő már szervesen benne van ebbe a folyamatban, akkor már megfogta a pénzt, akkor már történik, akkor már látja, hogy mit veszünk. És milyen boldog volt, hogy ő csak egyet adott, és milyen sokat adott a pénztáros néni. Tehát értitek, hogy ő náluk azért ez, amire kialakul, az egy folyamat. Tehát az egy nagyon izgalmas dolog. A gyereknek mindig annyi lehetőséget adunk, amennyi felelősséget tud vállalni. Ez egy alapszabály. Bármivel adok többet, akkor ártok neki. Tehát nem adhatok 2000 forintos zseppénzt egy 6 éves, 7 éves gyereknek, mert nem tudja az értékét, nem tud vele mit kezdeni. Tehát szépen fokozatosan kell bevezetni ebbe a világba is. Nekem is ez jutott eszembe, hogy nem is biztos, hogy pénzzel kell elkezdeni, hanem azt, hogy értékes, nem értékes, fontos, nem fontos. Mondjuk ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy egy kisgyereknél, ha több, kevésbé értékes ajándékot kap, annak jobban örül, akkor többet kapott, mint egy valami nagyon értékes. Tehát még ott nincs az a kategória, hogy különbséget tudna tenni, de azt gondolom, hogy a pénz értékeléséhez talán lehet, hogy ezek tudnak segíteni abban, hogy valami fontos, hogy ne legyen természetes az, ami van, hogy ezeknek mögött mi van. És utána már jön erő majd talán az is, hogy akkor most ő mit tud azért tenni. Ugye, amit szintén említettek, hogy sok családba vezetik be, vagy vezették be, én is ismerek ilyen családokat, hogy bizonyos feladatokért, a kamasz gyereknél látok ilyeneket, hogy szeretne mondjuk egy új mobiltelefont, vagy szeretne valamit, és akkor a szülők nem természetesen megveszik neki, hanem bizonyos dolgokért bizonyos összeget fizetnek ki, és gyakorlatilag neki meg kell dolgozni azért, hogy összegyűjön az a pénz. Aztán persze kiegészítik, de hogy valamit tegyen ő is bele abba, hogy annak tényleg legyen értéke számára, hogy ezt megszerezt, és nem csak megkapta a dolgokat. És lehet, hogy talán ez lehet egy eszköz, vagy segítség, vagy lehetőség arra, hogy az érték legyen, és annak legyen valami tartalma. Előttem van egy kép, megpróbálom nektek megmutatni, és aztán kibonthatjuk a történetet. Biztos ismeritek, hogy ma már nagyon sok bevásárló központban vannak ezek a pici gyerekkosarak, amit már egy 2-3 éves gyerkőc is el tud tolni. Láttam egy ilyen jelenetet, történetet, gyönyörű szőke kislány tol egy ilyen kosarat, és hát boldogan pakol. Anya még összeszedi a zöldséget a zöldségesnél, és leméri, addig a gyerkőc tényleg, amit lát, én szerintem nem válogat, mert volt abban minden, ami kell, és örömmel telepakolta a kosarat. Aztán mégis elkezdett hozzá ragaszkodni, és anyának igen kemény munka volt, és rengeteg türelem minden egyes tételt megmagyarázni, hogy ezt miért tesszük ki a kosárból. És hát valójában egyszerre csodálattal is és sajnálattal is néztem édesanyát, ahogy ezt a történetet végigjátsza a kislánya, hogy nagyobb hiszti ne legyen, ne dőljön össze az áruház, de valahogy meg kell értetni a gyerekkel, hogy nem. Mi ilyenkor a jó magyarázat? Mert az, hogy nincs pénzünk, az neki nem biztos, hogy megfogható. Biztos, hogy nem. Pont azért mondtam azt, hogy az egy nagyon fontos dolog, az a kultúra, hogy a pénzt hogyan forgatjuk, hogyan költjük, hogyan áramoltatjuk, hova visszük a pénzünket, hova adjuk ki egyáltalán a pénzünket. Tehát, hogy a gyerek velünk él, és jön megy velünk a mindennapi életben, akkor fogja azt látni, hogy elmegyünk a benzinkútra tankolni, és ott bizony pénzt kell adnunk. Látni fogja azt, hogy ide megyünk, itt pénzt, oda, minden, bemegyünk valahova egy cirkuszba, ott jegyet kell venni, felülünk egy vonatra, jegyet kell venni, pénzt kell adni. Tehát szépen lassan fogja azt észrevenni, hogy a világon minden a pénz körül forog, bocsánat, és most 6 idézőjelbe tettem ezt, de hogy a pénz fog meghatározni nagyon-nagyon sok mindent. És ezért fontos az, hogy a pénzünkkel jól bánjunk, okosan bánjunk. És amikor elindul az, hogy vásárolunk,
akkor azt én el tudom mondani, hogy a te kicsi kosaradba menjünk először, keressük meg, ezt beletesszük, mert azt majd te fogod hozni. Gyere, most megyünk anyával, és most ezt vesszük meg. Tehát praktikákat tudok mondani, hogy mi hogyan működik. De persze, amikor időszűke van, amikor tömeg van, amikor tolongás van, amikor 6 milliószor látta a reklámot, és de ő ahhoz ragaszkodik, és de az neki kell. És kellőképpen fáradt. És eléggé fáradt, és eléggé megterheli az a sok zsaj, és minden baj van, akkor bizony nehéz helyzetbe kerülnek a családok. Szóval erre szoktam én azt mondani, hogy bizonyos idős kor alatt ne kerüljön ilyen helyzetbe egy kicsi gyerek. Tehát valahogy oldjuk meg úgy a bevásárlást, hogy ne kelljen bevinni egy ilyen hodályba a gyerekeket. Nem odavalók a kicsi gyerekek. Ha semmit se csinálsz velük, csak ott van veled, olyan túl ingerlés az idegrendszerének, hogy ne csodáld, hogyha ki fog bárhol, bármikor borulni a gyereked. Tehát ez nem alkalmas dolog erre. Egy kisebb boltba, igen, bemegyünk együtt vásárolni, és aztán szépen megyünk el odáig, hogy akkor most te veszed meg a 3 kiflit, és te fogod kifizetni, és akkor tanuljuk meg, hogy ez mennyi. De egy nagyon izgalmas dolog volt az előbb, hogy mondtad itt az összehasonlításokat. Nagyon érdekes, egy kiskamasz elején van a kisgyerek, és duzog. Nagyon fel van háborodva, mert ha nem tudom én milyen készletet, ilyen összerakos készletet nem veszik meg neki a családba, mert hogy anya azt mondta, hogy azt most nem. És teljesen fel van háborodva, mert már van a Tominak is, meg egyébként is ő látta, és a tévébe is, és mondja, és pufog arany szíve. És akkor mondom neki, hogy te, és azt úgy tudod, hogy az körülbelül mennyi pénzbe kerül? És akkor leírtuk, hogy mennyi pénzbe kerül, hát elolvasni még nem tudja az 5 számjegyet, tehát az még nem megy neki, mert annyira még nem nagy, de azért kisilabizáltuk és elmondtuk, és akkor ez hány darab ebből, hány darab abból, meg hány darab. De hogyan lehet ezt értékre váltani? És akkor kérdeztem tőle, hogy te, tudom, hogy milyen a család van, oké, te, hány darab kulacsod van neked? És akkor mondta, van ilyen, olyan, 12 darab kulacs. Na, és akkor tudom, 1500 forint? Mondom, és hány kulacsot tudsz egyszerre elvinni az iskolába? Vagy az edzésre? Hányra van szükséged? És mondom, ennek ennyi, és ha ezt a sok kulacsot összeadod, akkor ebből pont kijött volna az a nagy doboz. És akkor kezdett gondolkozni, hogyha ő minden kacatot megvetett magának, akkor a nagyobb dologra nem fog jutni. Tehát értitek, hogy értéket egyeztetni kell vele, és őt kell a gondolatai mentén elvinni odáig, hogy megértse az összefüggéseket. Igen, ma már azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne tudatosan a pénzügyi gazdálkodást megtanítani. Kisiskolás kortól kezdve, igenis iskolai feladatnak tekintem, hogy ezt tudatos szintre emeljük. Középiskolában mindenhol a neki megfelelő méretezése, és akkor talán nem lesznek olyan családok, akik ha kell, hanem eladósodnak, és kétségbe esnek, és rossz pénzügyi döntéseket hoznak. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a pénzügyekről tudatosan gondolkodjunk, a megtakarítástól elkezdve, a beosztáson keresztül, és a többi, és a többi. Mondtad a kártyát, bocsánat, hogy ilyen hosszú vagyok. Az egyik fiatal házaspárnál beszélgettünk erről, hogy a feleségemnek kifolyik a pénz a kezéből, hogy nem érti, hogy nem érzi, hogy nem tudja. És akkor beszélgetek velük, kérdezem, és akkor rájövök, hogy addig, amíg kézzel fogható volt számára a pénz, ott volt a pénztárcában megszámolható egységként, addig rendben volt. A kártya abban a pillanatban, elvitte. Ahogy a kártyára megy, onnantól kezdve egy virtuális dologgal találkozott, és megszűnik a súlya, az értéke. Tehát valamilyen módon tudatmódosításra van szükség, valamilyen módon másfajta gondolkodásra van szükség. Csak megerősíteni tudom, mert én saját magamban csinálom ugyanezt, hogy van pénzem, ami készpénzben van, és arra azt mondom, hogy na, ez a pénzem van, és ami a kártyámon van, az nincs. Így lehet takarékoskodni. És akkor így tudom, hogy akkor azzal kell gazdálkodom, amin van. És akkor ha vásárolni kell, vagy venni, akkor egy jó könyvet éppen meglátok, mondjuk mostanában mindenkinek könyvutalványt kérek, hogy ezt adjanak nekem ajándékba, és akkor meg mit adjanak egy férfinak, bort adjanak, vagy virágot, hát mondom, bor az úgy annyi nem, virág, arany, akarjanak egy könyvutalványt, és veszek egy olyan könyvet, hogy ezzel takarékoskodok is. De hogy ezt vezettem, mert hogy saját magamban is ezt tapasztaltam meg, hogy az a bankszám, tehát hogy ha a bankkártyáról vásárolok, vagy most ugye telefon tudom használni, még ha vásárolok, akkor sem érzem meg. Tehát, hogy nincs fizikális kapcsolatom a pénzzel, és egészen más úgy vásárolni, hogy lehúzódik csippa jó esetben, és kapok egy SMS-t róla, mint hogyha
ha kiadom, kijön, bemegy, konkrétan, mozog. Most konkrétan látszik a pénzmozgás. Lehet, hogy ez már az életkoromból fakad, de hogy nekem nagyon fontos a dolgoknak a megfogása, megérintése. Tehát mondjuk egy könyvet is inkább szeretek megfogni, lapozni, megérezni az illatát, látni a színét, mint egy mondjuk egy e-könyvet olvasni, ami egy személytelen távol, tehát egy idegen dolog, nincs meg az az élményem. És azt gondolom, hogy... Megfogni a nagymamám, amikor mondta, hogy meg kell fogni a pénzt, gyerekem, meg kell fogni a pénzt. És ez két értelmű. Egyrészt, hogy fizikálisan megfogja, másrészt, hogy takarékos, hogy beosztja, és nem szóri. Egyébként, amit mondtatok, még itt ahhoz csatlakozom, hogy ez a kell, nem kell, fontos, nem fontos. Tehát, hogy felnőttként is feltehetjük magunknak a kérdést, mondjuk mi nők, amikor a 124. cipő után áhítozunk. Pont a cipő. Pont a cipő, jó, akkor legyen bármi. Tehát, hogy fontos, fogom, ezt tényleg szükségem van rá, mert persze gyönyörű darab, és hát ugye mi nők ezt a férfiak nem értik, tehát mi abszolút fel tudunk lelkesedni egy gyönyörű darab láttán, és ugye a magunkénak szeretnénk tudni, és megfogni, és a szekrénybe férfiak látni. Férfiak is csak nem darab, nem tárgyra csak másképp, gondolnak. Igen, másképp, így van. Tehát, hogy fontos ez nekem, mennyire fontos, tényleg fogom hordani? Tehát én most már felteszem magamnak a kérdést, mert ugye nagyon... És nem szoktad azt válaszolni, jó, nem fontos, de jár. Jó, nem fontos, de azért jó lenne. Nem, most már meghúzom a határ, de hogy érdemes ezt megnézni, hogy tényleg ez kell nekem? Biztos, hogy kell? És még megint csak, mert nekem mindig azt mondjuk, hogy családőrzők vagyunk, és hogy mindig az van bennem, hogy ne ragadjunk le a kisgyerekeknél, mert hogy mindig az előtt témákat, hogy a gyerekekről beszélünk. Én nekem nagyon szép példa, most nem olyan rég találkoztam egy idős nénivel, aki most már úgy kifele lép az életből, most már 80 fölött van, egyre gyengébb, és az egész életét áthatotta az, hogy ő méhészkedett, és most eljött ez a pillanat az életében, hogy neki el kellett adni a mai családokat. És picit így a múlt adásban ez a gyász folyamat, de hogy nem így szeretném, inkább az olyan szép volt, hogy ott voltam nála, beszélgettünk, és hogy ő azon gondolkodott, hogy eladta ezt a méhészetét, és hogy akkor ő hogyan ossza szét a családjában a pénzt, mert hogy neki ez fontos, hogy mindenki jó lélekkel, mindenkinek adni akart, mindenkit segíteni akart, és hogy arról beszélgetett velem, teljesen kívülálló ember, hogy ugye jól csináltam, atya, hogy a gyerekeimnek, az unokáimnak ennyit-annyit úgy adtam, és az járt a fejemben, hogy olyan szép példát adott ez a néni, remélem, vagy nem tudom, hogy a család ezt hogy fogadta, de hogy egy ember, aki eljut odáig, hogy most már nem fontos nekem az, hogy milyen pénzem van, gondoskodok magamról, azt mondta, félretettem magamnak a temetésemre, hogy ne legyen ez probléma a családnak, a többi részét szétosztottam, és hogy neki fontos, hogy az, amilyen van, az hova kerül, és hogyan osztódik el. És azt gondolom, hogy ahogy a szülők a kisgyerekek számára ebben minták tudnak lenni, adott ez, hogy mi az érték, a nagyszülők, akik készülnek arra, hogy kilépnek az életből, szerintem ugyanilyen felelősségük az, hogy amit ők összeszedtek az életükben értékként, és most legyen szó akár a pénzről, hogy hogyan tudnak gondoskodni és gondolkodni a családjuk számára, hogy hogyan tudnak mintát adni a családjuk számára, hogy mit is jelent a pénzt kezelni, vagy a vagyonnal gondolkodni, vagy dolgozni. És ez a néni még ugye neki az is fontos volt, hogy rendet hagyjon maga abszolút után. Ezt is éreztem, ugye, hogy már megvan a temetésemre, szétosztottam, amit igen, szét akartam, és hogy rend legyen, rendet hagyok magam szép, után. Szép. Tehát, hogy nagyon sokan, akik ugye megérik ezt a szép kort, tudatosan készülnek az elmenetelre. És ez milyen szép, ez, ugye, milyen szép? Ha valaki tud tudatosan készülni. Igen. Az egy nagyon-nagyon nehéz dolog, amikor elmegy valaki, és akkor hozatsz egy konténert, és amit ő 70 évig gyűjtögetett, azt te oda bele a konténerbe, mert nem tudsz vele mit kezdeni. Vagy nem tudta befejezni. Nekem azért is fontos ez, mert megint csak így a pénzhez való viszony, hogy látok családokat szétrobbanni a pénz miatt és az örökség miatt. Igen. Tehát, hogyha valaki tud ebben így gondolkodni. Ugye nekünk papoknak kell gyakorlatilag az újmisés, hogy a szentelésünk után már előírás, hogy írjuk meg a végrendeletünket. Tehát, hogy mi a szentelésünktől kezdve, nekem még ez feladatom már, de hogy folyamatosan kérik tőlünk minden évben, hogy legyen meg a végrendeletünk, és ezeket lehet változtatni, módosítani, alakítani, de hogy mert hogy ebből is azért az, hogy most mi az enyém és mi nem az enyém, mit szereztem, kinek, hova jusson el, erről, és ez egy nagyon érdekes dolog, ez a
megint egy picit az előző adásra kapcsolódok vissza, de mégiscsak ide kötődök, hogy a középkorban sokszor volt a szerzeteseknél az, hogy az asztalokon volt egy koponya, ami emlékeztette őket a halálokra, akárhány évesek is voltak. Vagy nagyon érdekes volt, Csíksomjon volt egy ideig a tér talán egy remete, és ő koporsóban aludt. Hogy emlékeztette őt arra, hogy a halál felé tart. De hogy az, hogy és azokkal mi lesz, vagy hogyan tudok én, tehát hogy egész életemben gondoskodtam valakikről, hogyan tudok még a halálomban is gondoskodni azokról, akik utána jönnek. Mondjuk hogyan tudom a békét tovább ajándékozni a családomban, és akkor úgy teremtek meg dolgokat, mint ahogy mondjuk ez a néni. Ugye azt mondta, hogy neki ez fontos, hogy ez békében is rendben legyen, ő is úgy tudjon elmenni. Tehát hogy azt hiszem, hogy ezek is minták lehetnek a családszám. Ugye két adásra ezelőtt beszélgettünk Minden Szentek Halottak Napja, a kapcsolódásaink, gyökereinkről, az életről, mi történik, hogyan történik, és azt hiszem, hogy ez is egy olyan minta, hogy gyökerek tovább visszük, hordozzuk, éljük ezeket a dolgokat, mit adok mintaként, és azt gondolom, hogy ezek sokkal nagyobb örökségek, amik beépülnek az életünkbe, mint a tárgyi örökségek, amiket a kezünkbe vehetünk. Az biztos, hogy a néninek, hogyha lett megtakarított pénze, és ráadásul a méhekkel foglalkozott, azért ezt ő is a fiatal korából hozta, hogy bánjon azzal, amilyen van. Azaz volt értékítélete. És a gyerekeknél pont ezt tudjuk nagyon elrontani. És nem is gondoljuk, hogy mennyire ártunk. Ugye divat, hogy én mindent megadok neki, mindegy, hogy mit kér, ha éppen lehetőségem van rá, akkor úgyis megkapja, azt is megkapja. És aztán csak azt veszem észre, hogy a gyerek nem örül már, hanem mindjárt azon gondolkozik, de ilyenek vagyunk mi emberek is sajnos, hogy mi legyen a következő. És így a gyerektől elveszük az örömet. Tehát elveszük azt, hogy tudja értékelni azt, amilyen van, és ez valahol probléma lesz majd felnőtt korba. Abszolút. És akkor az csillánál jelenik meg, viszont a szülőit nem érzi a felelősségét, hogy mit veszel ettől a gyerektől. Nagyon nagy baj, nagyon sokszor nem érzik a felelősséget a szülők ennek a kérdéskörnek a kapcsán. Tehát bármi, amiből többet adsz egy gyereknek, mint amire szüksége van, és itt a szükség az a szó, ami olyan gyönyörű képpen mutatja meg, hogy szűken, de elég. Az a szükség, amire valóban szüksége van. Bármi, ami ettől többet adsz neki, azzal elveszel tőle nagyon sok mindent. Ezt nagyon sokan nem akarják megérteni, de elveszed tőle például annak a képességét, hogy ő gondos gazdája legyen azoknak a dolgoknak, amit ő megkapott. Nézd meg a gyerekszobákat, ma azt szoktam mondani, ha bemész egy gyerekszobába, annyi játékot találsz, mint egy óvodába. És a gyerek halálra unja magát, és nem tud mit kezdeni ennyi játékkal. De nézd meg a felnőtteket. Nagyon sok évvel ezelőtt beszéltem egy akkor feltörekvő vállalkozóval, akinek a 30 évvel ezelőtt volt autója a férjnek, volt autója a feleségnek, volt autója a nagyfiúnak, és akkor vettek autót a nagylánynak, és még volt két gyerekük. A lényeg, hogy 4 darab autó állt az udvarukba, és apa vasárnap reggel elkezdett autót mosni. Először megmosta a feleségéjét, mert ugye aztán megmosta a sajátját. Aztán jött a fia, hogy apa, akkor ébredezett. Apa megmosta a fiájét, a lányát már akkor nem fogja otthagyni. Gyakorlatilag reggel 8:30-tól ebéd időig autót mosott és takarított ez az ember. Tehát a gyerek azt se tanulta meg, hogy tartsd rendbe. De nem, pont ez a lényeg, értitek? Hogy ő mondta el nekem, hogy bármi, amit van, annak a rabszolgája leszel. És én először így néztem rá ilyen kerek szemekkel, és aztán persze elkezdtem utána menni. Bármi, amit van, a rabszolgája leszel. Mert neked kell szolgálni, neked kell megőrizni, neked kell vigyázni rá, neked kell állapotát ápolni kell, gondolni, minden. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy azt nem tudjuk a mai fogyasztói társadalom vegyél-vigyél, dobd el, ugyanez igaz kapcsolatokra, mindenre, hogy nem tanuljuk meg megértékelni azt, amink van, és hogy megtakarítani. És jó dolgunkban már nem tudjuk, hogy mit találjunk ki. De tényleg jó dolgunkban nem tudjuk, hogy mit találjuk ki. Tehát nagyon sokszor mondom azt, hogy abban az időben én még tudom, hogy apukám úgy tekerte bele amikor lyukat fúrt a falba az amerikán erre, hogy fogta, és akkor tekerte, kulbriszta. Ugye most már megnyomják a férfiak, és ott aluk.
most már még kanót se kell hozzá, mert van neki akkumulátora, azzal csinálj. Tehát értitek? És akkor ebből nem egy van. Hát az az Amerikáról, az nagyapáról, unokáig ment egyik családtagtól a másikig. Most semmi nincs, mindent eldobálunk, és csak szeméthegyeket gyártunk. És a pénz az arra kell nekünk, hogy ezt a sok szemetet megvegyük. Tehát, hogy így érted? Ezért megyek el reggeltől estig dolgozni, hogy az óceán partján hegyekbe álljon a szemét. Tehát, hogy ember, mit csinálsz? Mit csinálsz? Menjél ki a gyerekeddel, aztán faragjatok csúzlit. Mindez a családba kezdődik. Így van. És ott változhat, ezért is való mindez a Családőrzők című műsorban, amely már a véget ért. Nagyon szépen köszönöm Fekete Cseri Zsuzsanának, Papcsilának és Tolnyai Gábornak is, így itt volt, és köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Egy hét múlva jövünk. Viszontlátásra! Viszontlátásra!